Jó estét kívánok, aktuális című műsorunkat látják. A terület és településfejlesztési operatív program részeként újabb Békés megyei projektekről hozott támogató döntést az irányító hatóság. A témáról és annak részleteiről beszélgetek ma esti adásunkban Zalai Mihállyal. Üdvözlöm! Jó estét kívánok! Hány megyei vonatkozású projektről született most legutoljára döntés? Ezek a hírek nagyjából 2-3 hetente megjelennek a sajtóban, hála Istennek. Tehát ez most az aratás ideje, hiszen ez egy nagyon régen elkezdődő operatív program volt. Én még nem is dolgoztam a megyeházán, települési önkormányzatnál voltam alpolgármester, amikor elindultak azok az első egyeztetések, amelyeket a megyei önkormányzatok bonyolítottak le az összes megyei településsel, és gyakorlatilag felmérték az igényeket, felmérték, hogy mire van szükség a településeknek, és milyen pályázati kiírásokat szeretnének látni, mely pályázati kiírások szolgálják leginkább a települések fejlődését. Ez azért is volt fontos, mert korábban nem történt ilyen széleskörű felmérés. És most, amikor 2-3 hetente megjelennek ezek a hírek, ebben az esetben 22 pályázat kapott zöld utat több mint 4,3 milliárd forint értékben. Ez számomra azt bizonyítja, hogy olyan fejlesztéseket sikerült megvalósítani az elmúlt időszakban, amelyek valóban a településen élők érdekeit szolgálják, leghatékonyabban, hiszen a helyben született javaslatok alapján születtek meg ezek a pályázati kiírások, leghatékonyabban ezek szolgálják az ott élőknek az ügyét, és javítják az ott élők életminőségét. Ugyan említette, hogy igényfelmérés is történt a települések részéről. Leginkább Zömében milyen jellegű beruházásokról van szó, és mekkora segítség ez a települések számára? Békés megye esetében azért általánosságban elmondható az, hogy a településeknek, falvaknak, de akár a városoknak is önerejéből nincsen lehetősége fejlesztéseket végrehajtani. Tehát a legtöbb településnek a település működtetése, a különböző kötelező feladatok gyakorlatilag felőrlik az anyagi erejét. Fejleszteni általában uniós, vagy most már az erősödő magyar gazdaságnak hála, egyre inkább hazai forrásból is lehet, nemzeti forrásból is lehet, amit látjuk például a megyében zajló M44-es építése, vagy a most előkészítés alatt álló M47-es, amely Szegedet Debrecennel fogja összekötni, ezek is már nemzeti forrásból megvalósuló projektek lesznek. És általában uniós forrásoknak a lehívását kellett megcéloznia annak a település vezetőnek, aki fejleszteni szeretett volna a településén. Azt tapasztaltuk, hogy azért az előző, a 7-13-as uniós ciklusban megvalósultak olyan fejlesztések is, amelyek kevésbé szolgálták a települések érdekeit. Csupán azért lehetett ezekre pályázni, mert ilyen pályázati kiírások születtek meg. Ezeknek az volt az egyik ismérve, hogy általában új fenntartandó négyzetmétereket, új fenntartási költségeket jelentettek egy-egy településnek. A most kidolgozott, 13-ban elindult településfejlesztési operatív program esetében inkább az a jellemző, hogy vagy a helyi gazdaságot fejlesztik, hiszen különösen a városok esetében az inkubátorházak, az ipari parkoknak a pályázatai, de valamennyi település számára elérhetően a piacoknak a fejlesztése ezt a célt szolgálja, vagy pedig olyan infrastruktúrát fejlesztenek, amelyek a fejlesztés által rezsi költséget fognak megtakarítani az önkormányzatoknak, és ezeket a forrásokat más fejlesztésekre, más nem kötelező feladatokra fordíthatják. Azt tapasztalom, hiszen most már azért egy fél éve, egyébként pont a mai nap is egy projekt megnyitóról jövök, egy záportározónak az alapkületételéről, hogy olyan fejlesztésekben gondolkodtak az önkormányzatok, amelyekkel gyakorlatilag az intézményhálózatokat fel tudták, mondjuk egy kis település esetében fel tudták újítani, energiatakarékossá tudták tenni az intézményeknek a fenntartását, és amennyire lehetett, emellett igyekeztek olyan pályázatokat is benyújtani, amelyekkel a helyi gazdaságot fejlesztik, és adóbevételre tesznek szert, vagy az ott élő mondjuk kistermelőknek piacra jutási lehetőséget biztosítanak. Ez volt a kisebb településeken jellemző, a nagyobb településeken elmondható, hogy ugyanez nagyban meg tudott valósulni. Egyébként szinte a legkisebb faluban is, ha mértéktartóan és átgondoltam pályázat egy-egy település,
a legkisebb faluban is akár 5-6 ilyen topos projektet meg tudott valósítani. És azt se felejtsük el, hogy ez csupán egyetlen operatív program az elérhető uniós források közül, tehát voltak más fejlesztési forrásaik is a településeknek. Egy nagyobb településen pedig a gazdaságfejlesztés, az előbb említett gazdaságfejlesztési felhívások mellett lehetett turisztikai fejlesztésekre pályázni, és hasonlóképpen olyan infrastruktúrális fejlesztéseket is megvalósíthattak, amelyekkel a fenntartási költségeket tudták csökkenteni. Ugye ön elmondta, hogy milyen pozitív hatásai vannak a fejlesztéseknek az adott településekre nézve, de nézzük összességében a kérdést, a megyének ez mit jelent? Milyen előnye származik abból a megyének, hogyha a települések folyamatosan fejlődnek, megújulnak, és gazdaságilag is egyre eredményesebbek lesznek? Egyik volt országgyűlési képviselő említette rendszeresen azt, hogy nem elég elkölteni ezeket a fejlesztési forrásokat, ezeket jól kell felhasználni. Én ezzel tökéletesen egyetértek. A megyei önkormányzat az elmúlt időszakban olyan pályázati felhívások létrejöttében segítkezett, hiszen ezt az egész operatív programot, annak a megyei vonatkozását a megyei önkormányzatok kapták feladatul, hogy kidolgozzák, amelyek azt a célt szolgálták, és itt nagyon fontos, hangsúlyozom, azt a célt szolgálták, mert nagyon fontos a célok meghatározása, hogy a legkisebb településeken is olyan szolgáltatási színvonal növekedést tudjunk elérni, amely meggyőzheti és segíthet abban az ott élőknek, például egy pályakezdő fiatal családnak, hogy helyben maradjanak. Tehát az egész TOP-nak a legfontosabb átfogó célja az volt, hogy a helyben maradás segítse, olyan életlehetőségek biztosításában segítsen egy-egy településnek, amely helyben tartja a fiatalokat, és tudjuk azt, hogy ugye kevesebb gyermek születik, mint amennyien elmennek közülünk, tehát van egy úgymond természetes népességfogyás, de szeretnénk olyan lehetőségeket biztosítani a legkisebb településen élőknek is, amely alapján komolyan felmerülhet annak a lehetősége, hogy ne költözzön a szomszéd megyébe, ne költözzön Budapestre, Dunántúra vagy külföldre. Abban az esetben, hogyha a munkahely helyben biztosított, vagy a közeli járási székhelyen, városban biztosított, biztosított a közlekedés, biztosítottak azok a szolgáltatások az egészségügytől, az óvodán keresztül, számtalan mindenig, amelyel gyakorlatilag felveszi a versenyt egy kis település egy járási székhelyel, vagy a megyeszékhelyel, abban az esetben szóba jöhetnek olyan előnyök, amelyek egy-egy település, egy-egy falu mellett szólnak, hiszen a közösségi háló, a család közelléte, az egészséges környezet, az olcsó ingatlanok, ezek mind olyan érvek, amelyek viszont a mérleg másik serpenyőjében vannak. Mi szerettük volna a mérlegnek ezt a serpenyőjét erősíteni, vagy erre súlyt helyezni. Mennyire látják eddig sikeresnek a pályázatok felhasználását, akár településekre nézve, akár a megyét összességében? Egy nagy újítása volt ennek az operatív programnak az, hogy nem regionális szintben gondolkodott, hanem a megyék kaptak fejlesztési forrásokat, a megyékre címkézett fejlesztési források jelentek meg. Ez azt is jelenti, hogy Békés megye éppen a gazdaságilag hátrányosabb helyzete miatt mondjuk 2,5-szer akkora pályázati forrással rendelkezett, pénzzel rendelkezett, mint mondjuk egy fejlettebb nyugat-dunántúli megye, Győr-Moson, Sopron, Bas vagy akár Zala megye. És ez mindenképpen egy óriási fegyvertény, mert én azt gondolom, hogy Békés megyének ezekre a fejlesztési forrásokra szüksége volt, és indokolt volt ekkora mértékben, talán még akár nagyobb mértékben is különbséget tenni a fejlettebb és fejletlenebb régiók között. Az elmúlt időszakban, ahogy az előbb említettem, már rengeteg átadón vagyunk túl. Összesen eddig a pillanatig 421 topos projekt kapott zöld utat. Óriási számról beszélünk. Ennek 40%-át a településeknek a közel a felét egyébként a megyei önkormányzat nem csak előkészítette, hanem a projektek végrehajtásában is részt veszünk, hiszen a hivatalunk a települések felénél a projektmenedzsmentet is végzi. Tehát a projektnek a záró szakaszáig mi végig fogjuk követni ezt a folyamatot. Az a tapasztalatom, hogy a legtöbb településen sikeres pályázatot nyújtottak be, 74 településről beszélünk, hiszen Békés Csaba egy önálló topos kerettel rendelkezik, nem is tartozik ebben a tekintetben a megyei önkormányzat hatáskörébe, és a 74 településből 70 településen valósulnak meg pályázatok. 155 pályázat már lezárult,
és 266 olyan fejlesztés van, amely megvalósulási szakaszban, és ebben a pillanatban 51 olyan pályázatról tudunk, amely még a döntési szakaszban van. De nincs itt még vége ennek a folyamatnak, hiszen az 58 milliárd forintos megyei fejlesztési keretből ebben a pillanatban 3 milliárd forint az, amely újra kiírásra kerül, és ez a 3 milliárd forint, mind a 3 milliárd forint gazdaságfejlesztési projekteket fog szolgálni, tehát ipari park, turizmus, inkubátorház, vagy piacfejlesztést fog szolgálni. 3 milliárd forint értékben fognak hamarosan megjelenni pályázati felhívások, illetve korábban már szó volt arról, hogy abban az esetben, hogyha a Békés megye jól teljesíti az indikátorokat, tehát a pénz felhasználása megfelelő, akkor újabb fejlesztési forrásokhoz juthat. Ebben a pillanatban elmondható az, hogy 6,2 milliárd forint plusz forráshoz már biztosan hozzá fogunk jutni. Tehát az 58 milliárd forint az 64,2 milliárd forintra fog növekedni. A 6,2 milliárd forint esetében közel 2,9 milliárd forint bölcsödefejlesztést fog szolgálni, és ez a pályázati felhívás már meg is jelent. Ennek az a jelentősége, hogy a legkisebb településen is 1000 fő felett, ahol 6 szülő kéri, vagy 6 gyermek esetében kérik a bölcsödei szolgáltatást, ott kötelező az önkormányzatnak ezt biztosítania. Mivel az első pillanatban talán nem került ez annyira az érdeklődésnek a homlok terébe a települések esetében. Mindenki elsősorban a meglévő óvoda fejlesztésén gondolkodott. Sikerült azt elérni az irányítóhatóságnál, hogy ezt a pályázati felhívást újra nyitassuk, és újabb bölcsödéket tudjunk fejleszteni. Ez fontos, azt gondolom, a települések népesség megtartó ereje szempontjából. És ezen kívül lesz még három olyan felhívás, ahol hamarosan újra pályázatok fognak megjelenni. Ilyen lesz a kerékpárút pályázat, a belvíz elvezetés célzó pályázat, illetve a leromlott városi területeknek a rehabilitációját célzó pályázat. Akkor, ha jól értem, a jövőben újabb felhívások lesznek várhatóak. Egyébként nagyjából lehet tudni, hogy mikorra várhatóak ezeknek a kiírása? Az irányítóhatóság ebben az operatív programban a pénzügyminisztérium, és a pénzügyminisztérium jelzése alapján nyár végéig minden felhívást szeretnének megjelentetni. Hát várjuk a következő fejleményeket, addig is sikeres munkát kívánunk Önöknek. Köszönöm szépen! Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!